Hét Kínában tartózkodó magyar állampolgár kért segítséget a hazautazáshoz a külügyminisztériumtól. Hazánkban továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, a hatóságok azonban konkrét tervvel rendelkeznek a vírus megjelenésére. Néhány vállalatnál karantént vezettek be a Kínából visszatérő munkatársaiknak. A Debreceni Egyetemen szintén nyomon követik több száz kínai diák állapotát. Már 8 magyar állampolgár jelentkezett a kínai külképviseleteken a koronavírus miatt lezárt területekről. Mindannyian jól vannak, 7 azonban segítséget kértek, hogy mihamarabb elhagyhassák a kínai tartományt. Ezt közös Európai Uniós szervezéssel próbálják most megoldani. Itthon bár továbbra sincs megbetegedés és gyanús eset sem, az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat és a Belügyminisztérium is felkészült a koronavírus itthoni megjelenésére. Mindenre kiterjedő tervet tudnak életbe léptetni baj esetén. Minden magyar kórház alkalmas arra, hogy fogadja a betegeket, hogy izolálja őket. Elsősorban a Szent László Kórház erre a célra létrehozott, nagyon magas színvonalon felszerelt és kiváló szakemberekkel rendelkező osztálya. Amennyiben a tisztiorvosi szolgálat megfelelő döntést hoz, hogy milyen a veszélyeztetettség szintje, akkor az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Rendőrfőkapitányság paptábornok úr irányításával és vezetésével a szükséges intézkedéseket megteszi. A tervek készek, bármikor hatályóba tudjuk léptetni őket. Magyarországon egyetlen intézménytől és cégtől sem kértek rendkívüli intézkedéseket. Ennek ellenére önálló döntésként a Nokia és a Samsung is karanténba helyezte a Kínából érkező dolgozóikat, és szigorú higiéniai intézkedéseket vezettek be. A Gödi Samsung gyárban több mint 1000 ember dolgozik, kínaiak nagyjából 20-an vannak. Ezek az intézkedések, amiket a Samsung SDI bevezetett, az tökéletesen összhangban vannak a WHO a járvánnyal kapcsolatban kiadott intézkedéseivel, annak megelőzésére szolgáló intézkedésekkel. A Debreceni Egyetemre több száz kínai diák jár, közülük 4 az érintett lezárt régióból érkeztek Magyarországra. Az egyetem a kínai hallgatókkal kérdőívet töltetett ki, és folyamatosan figyelik az állapotukat, megbetegedésekről azonban nem tudnak. Szerencsére jó időszakban vagyunk, mert jelenleg vizsgaidőszak van. Tehát azt jelenti, hogy a hallgatók nem mászkálnak haza látogatóba. Mi azt fogjuk javasolni a hallgatóinknak, hogy az érintett térségekbe ne utazzanak addig, amíg a járvány el nem múlik. Mivel az új koronavírus ellen még nincs oltóanyag, az Egészségügyi Világszervezete a legtöbb oltóanyaggyárat, így a Debreceni Egyetemet is felkérte a fejlesztésre.